Alkalmi műsorral készültek a törökfalui gyerekek az óvoda épületének átadása alkalmából szervezett ünnepségre. A törökfalui óvodában jelenleg egy vegyes korosztályú csoport működik, amelybe összesen 13 gyermek jár. Sokkal jobb kedvel jövünk ebben a szép környezetbe, és akkor talán lendületet adott a gyerekeknek az óvodába járáshoz, ugyanúgy nekem a munkához. A beruházás összértéke körülbelül 1,5 millió dinár volt. Ebből felújították a tetőszerkezetet, lecserélték a tetőburkolatot, elvégezték a csatornázási munkálatokat, a nyílászárók és padlóburkolatok cseréjét, az épület külső és belső festését. Igaz, hogy tél volt, de mégis neki kezdtünk, mert örültünk, hogy majd mégis megkezdődik a munka, úgyhogy egy hónap alatt megcsináltak, amit gondoltak, de vártuk ezt a szép időt, hogy kívülről is megcsinálják. Az önkormányzat illetékesei kiemelt céljuknak tartják a községbeli oktatási intézmények felújítását. Mi bízunk benne, hogy többen fognak maradni, tehát egyáltalán a községünkben az ilyen infrastruktúrális beruházások eredményeképpen, mintha ezek a beruházások nem történtek volna meg. A törökfalui óvodaépület a Csikályovazmáj iskoláskor előtti intézmény 12 épülete közül utolsóként került felújításra. Az illetékesek így az intézmény összes épületét rendbe hozták.